Csak ilyen demokratikus vagyok ma reggel, hogy megkérdezem. Jó reggelt kívánunk, mert közben mi itt adásban vagyunk, észre vettük. De nem majd, mert pont arról beszéltünk, hogy ki kezdje ezzel a jó hírt. Los Angelesben a diát adom? Nem. Én egy tévén néztem a televíziót. Németországban egy német tévéfilmet forgattam, és a Kovács Gyulával, aki a Seged operatőröm. Tényleg azt tudja mondani az ember, hogyha így készítesz egy filmet, akkor valószínűleg ezért megkaphatod az Oscart. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Sőt, talán inkább most az nem hivatásos, nem profi színészként került bele ebbe a produkcióba. Mégis valami egészen zseniális, amit alakít, amit csinál. Itt volt az ő színész alakítás, egy jelenlét, egy jófajta jelenlét. Mert jelen lenni, ez néha nagyon elég, egy nagyon jó színésztől. Soha senki nem volt nyilván bent, tehát egy fantasztikus, mert elég szabadon használták ezt a területet, de az a pokol, amiben nem lehet kimászni. Az olyan erő, ami máshol nincs meg, mert ugye lehet lenni a táborban így, úgy, amúgy, voltak még boldog órák is, erről szólt többekről dolgozik, hogy onnan nem lehet kimenni, azt csinálják ezek a hosszú beállítások, hogy gyakorlatilag egy faltól falig mozgás van állandóan. Eljutnak a falig, és onnan vissza, és aztán megint falig. Látszik, hogy innen nem lehet kijutni. Arról szól ez az, hogy állandóan megpróbáljuk az időt is tetten érni. Máshogy értékeltetek, díjaztatok volna ti saját magatok? Akár a legjobb, tehát a legnagyobb szerep. Hát, hogy a Spotlight kapta, az például egy csalódás, mert ott például gondoltam, hogy talán Hollywood, és nem azért, mert az akadémia nem az akadémia. Itt voltatok, és hogyha jól tudjuk, akkor ugye mi fél nyolckor kapcsolunk. Fél nyolc után egy pár perccel kapcsolunk Los Angelesbe, ahol élőben jelentkezik tudósítunk Zöldhegyi Katalin, aki remélhetőleg Nemes Rászlóékkal is interjút tud készíteni. Köszönjük. 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 Identitásával és szuverenitásával, de összeköti őket egy muszlim kultúra, és ez átível az országokon. És például a demokratikus koalíciónak teljesen nyilvánvalóan a magyar parlamenti pártok közül az a koncepciója. Köszönjük szépen. Amikor Magyarországról szoktunk beszélni, akkor ugye általában kaja, akkor a romkocsmák, ugye? És mondjuk, ami nagyon fontos, és ez a témához kapcsolódik, a filmkészítés. Tehát azt azért tudjuk, hogy a világon jegyzik már Budapestet, Magyarországot, ugye, mint filmkészítési hely, de valószínűleg... Folytatjuk a beszélgetést Pellaki Pap József PR stratégával. Fia és az Oscar díja témánk, és az országimány szempontjából hozható további siker, hogy mennyire figyelnek majd még jobban fel Magyarországra. Azért a díjon túl ott van még egy nagyon-nagyon fontos lépés, ami Nemes Jeles Lászlóikra most vár a következő időszakban, az a több ezer, vagy lehet, hogy több tízezer interjú, amit fognak adni, ahol mindenhol le fogják írni nyilván, hogy magyar rendezőről van szó. Hanem a szülővel kell erről egyeztetni, viszont fontos, hogy mindig a gyereknek az adott életkorának megfelelő szinten magyarázzuk el, hogy miről is van szó. A végzése során mennyire volt kedves, mennyire adott jól át ismereteket. Ugye a kockás ingből tulajdonképpen is szimbólum vált. Az, hogy ma 24 ezeren körülbelül ennyien nem vitték ma iskolába a gyerekeiket. Szerintem ez sokkal nagyobb lesz az a szám. Napi számokra majd, ilyen nap végén. Köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm. Azokat a képeket, képsorokat, amik a vörös szőnyeges bevonuláson készülnek, ami a legeslegfontosabb a színésznők, színészek életében, és azokat a ruhákat, amiket aztán díjazunk, vagy díjaznak. Kíváncsi vagyok. Tára azért annyira nem bonyolult. Tehát egy férfinak van egy, notabene két jó smokingja, vagy van egy smokingja, és van egy dinner jacketje. Dinner jacket az, amikor a kabát más anyagból készül. Tehát színet, sárgát, amik az én ízlésemtől borzasztó messze állnak, de legalább valami különlegességet vittek be. Ez nekem nem passzol, arra úgy. Mondom én. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. Színpadképet, egy olyan konstrukciót tudjunk létrehozni, ami ott ilyen óriási méretekben is megállja majd a helyét. Hát rengeteg energiát kívánunk neked a felkészüléshez, meg nagyon-nagyon várjuk azokat a pillanatokat, amikor a Stockholmban is izgulhatunk érted. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük. És még egyszer gratulálunk. 2000 ember hallgat, mert annyira figyel, és engem ez hajtott az elmúlt 10 évben, hogy én ezt újra meg tudjam élni. Valószínűleg egy előadó művész, bocsáss meg, nagyon-nagyon kérdés. Én köszönöm szépen.